A politika fertője címmel írt könyve Debreceni József közíró és a Demokratikus Koalíció alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amikor írtam, akkor még csak közíró volt. Akkor még nem is volt Demokratikus Koalíció, mint párt. Így van. Tán. Viszont az elgondolkoztató, hogy ennek a könyvnek a sajtótájékoztatóján két politikus volt jelen, két emblematikus politikus volt jelen, akkor így fogalmazok, mert így pontosabb, az egyik Gyurcsány Ferenc, a másik Kuncze úr. Ugye az egyikükhöz az SZDSZ fűződik, a másikokhoz pedig az az elmúlt 8 év, amire hivatkozni szokott a Fidesz általában, miközben a politika fertőjéről ír. Ők ebben ártatlanok? Igen. Annyit pontosítanom kell, hogy én úgy terveztem, hogy két volt politikus legyen jelen. Ugyanaz a kettő, aki az Arcmás című könyvem bemutatóján, Kuncze Gábor és Dávid Ibolya, de Ibolya sajnos nem vállal egyelőre közszereplést, és Kende Péter akadémikus volt a másik, aki szerepeltet, aki bemutatta. Gyurcsány a közönség soraiban nem is ült, hanem állt, mert hogy nem jutott neki ülőhely, nem akart előre jönni. És az a tiszteletlenség. De minden esetre eljött, tehát ott voltak. De nem akarok kitérni a kérdés elől. Nyilván hát, Orbán Viktor nem ment el, mert egy egész fejezet foglalkozik az Orbán család meggazdagodásával. Ő gondolom ennek nem tapsikol. Hát remélem. Meg hát azt hiszem, hogy én nem tudnék olyan könyvet írni, amit a miniszterelnök megtisztelne a jelenlétével. Úgyhogy, de visszatérve tényleg az alapkérdésre, kétféle politikus van, akkor most legyünk nagyon egyenesek. Ugye ennek a könyvnek az a lényege, hogy a politikában a pártok által használt pénzeknek több mint a 90%-a az fekete pénz, ha tetszik, lopott pénz, illegális módon szerzett mindenféle sötét, törvénytelen üzelmeket. 90%-a? Több mint 90%-a. Ez könnyen kiszámítható, ugye van egy olyan 97-es törvényi tétel, ami abszolút anakronisztikus már réges régóta, hogy képviselőnként 1 millió forintot költhetnek a pártok a kampányra. Tehát egy párt 386 milliót a mai állapot szerint, mert ennyi parlamenti képviselői hely van. És hát az könnyen kiszámolható, többen meg is tették, hogy mennyibe kerül mondjuk egy nagy párt kampánya. Tudjuk, hogy mennyibe kerülnek az óriás poszterek, a szórólapok, a postaköltsége, a tévészpotok és így tovább. Ennek a sokszorosa, tehát az arány, hogy kb. 95 forint fekete, 5 forint fehér, tehát ami az állami támogatásban én is. Én soha nem értettem ebből a könyvből, nyilván nem fog kiderülni, mert nem ez volt a dolga, amikor írta, de miért nincs ilyen ügyben például egy választási időszak után egy ügyészségi vizsgálat, amikor látható, hogy 300 millió forint helyett 3 milliárdot költött az egyik párt? Hát az egyik fejezetnek az a címe, hogy a fideszes ügyészség. Én nem a Fideszre gondolok, ez minden pártra igaz. De hát az ügyészség az egy konkrét ügyészség, a Magyar Köztársaság, most már nem sokára csak Magyarország ügyészsége, amit 2000 óta Györgyi Kálmán idő előtti lemondása óta Pólt Péter vezet, és hát ő rendszeresen nem indította meg a vádemelési eljárást azokban az ügyekben, ami... nem volt igaz? Tehát, vagy mondjuk a 2002-es szocialista kampányra nem volt jellemző? Hát ez egy nagyon álságos állapot, tehát az állami számvevőszéknek a jogosítványa az, hogy a pártok gazdálkodását ellenőrizze. Az állami számvevőszékről szóló törvény az módot adna, hogyha, tehát ha nagyon-nagyon akarná az állami számvevőszék, akkor firtathatná ezeket az összegeket, de arra szorítkozik, hogy a pártok benyújtanak neki a választásokról költségvetést, és akkor bevétel, kiadás. Na de kibújt a kérdés arról. Ott volt Gyurcsány Ferenc és Kuncze Gábor. Nem. Miközben a politika fertőjéről írt egy könyvet, ők ebben ártatlanok? Igen. Azt mondom, hogy valójában senki nem ártatlan, aki az elmúlt 20 évben a politikában működött, és minél inkább napjainkhoz közel működött, annál inkább, mert ez a volumen, ami a pártok működési költsége, az ahogy mondják, a választásonként megduplázódik, tehát egyre többbe kerül a pártok kampánya, meg az egyéb kiadásaik. És akkor azt mondom, hogy nagyon nyersen fogalmazok, kétféle politikus van, az egyik, amelyik csak a pártjának lop, használjuk ezt a kifejezést, a másik, amelyik saját magának is. Ugye, a kettő között teszünk egy éles erkölcsi különbséget? Nem hát, mondjuk azt, hogy lopás-lopás? Én azt hiszem, hogy a lopás is hát mondjuk nagyon erős kifejezést, mert hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk olyan nagy német államférfi, mint Kohl kancellár is
hát olyan helyzetbe került, hogy kiderült, hogy annak idején, amikor a CDU-CSU kampányát finanszírozták, ott is voltak bizonyos nem teljesen legális de pénzek. Kiderült, ez egy nagyon fontos dolog, amit mond, kiderült, és az volt politikai következmény is. Hát ez már a lemondása után történt, vagy a lemondásával összefüggésben történt, hát de semmiképpen nem volt ott se büntetett, tehát nem, hogy mondjam, nem az a kategória, mint amikor valaki nagyon durván lop. És na most, ami a két említett politikust illeti, Kuncét, aki most e pillanatban nyugdíjas, de remélem, hogy még reaktiválja magát, őt mindenképpen azok közé, a politikusok közé sorolom, tudnék, semmi a gyanú árnyéka se vetült rá. Egyszer próbálkozott a Magyar Nemzet valami ismivel, de teljesen alaptalan volt, hogy tehát ő személy szerint na de, nem. Na de az Gyurcsány pedig, Gyurcsány pedig milliómos lett üzletemberként, mielőtt a politika közelébe ment. Sokan azt is firtatják, hogy hogyan lett milliómos a rendszerváltás környékén, de most ebből igazából ne is menjünk bele, engem az érdekel, hogy az SZDSZ ügyei benne vannak ebben a könyvben, ugye mindenki az SZDSZ ügyeivel foglalkozik évek óta, és az SZDSZ-hez ragad most az a fajta kép, hogy mennyire, hogy mondjam, mocskos dolgokat követtek el az SZDSZ égisze alatt. Miközben a könyv az alapvetően, amennyire én belelapoztam, arról szól, hogy Orbán Viktor családja hogy gazdagodott meg. Az egyetlen fejezet. De az egy ilyen vastag fejezet, az ilyen vastag könyvben. Nem. Hát az nagyjából annyi, amennyi. Ennek egy ilyen rákcsáló van a címlapján, és az egyik szeme narancs, a másik szeme szegfű. Ez jelzi azt, hogy... Kék madár. Tessék? És a kék madár. Hát két szeme van ennek az állatnak, de mindjárt mondom, hogy mi van az SZDSZ-el. A két főszereplő kétség kívül az MSZP és a Fidesz. Tehát az MSZP-ben alakult ki az a fekete gazdaság, az átmentett MSZMP-s vagyon, tehát ingatlanok, mindenféle egyéb vagyontárgyakat KFT-kbe, egyebekbe átsíbolták, és ezt... Éppen azért, mert ez nem volt hivatalosan megtartható és elismerhető, ott alakult ki a pártpénztárnoki rendszer, amelyik arra szolgált, hogy mindenféle csavaros, fedett technikákkal ezeket az anyagi erőforrásokat ide-oda folyassák, visszafolyassák a párthoz, és ezt tanulta el a zseniális agyú Lajos révén, ahogy Orbán Viktor Simicskát nevezte, a Fidesz, amikor a székház pénzből egy ilyen Fidesz közeli cégbirodalmat fölépített, amíg aztán jó részt Kaja Ibrahimnál meg Josip Totnál kötöttek ki, ugye ezt ismerjük. Ezeket a részleteket a könyvből meg lehet ismerni? Abszolút, természetesen ezeket. Van egy Máté... Egy utolsó mondatban, ami az SZDSZ-t illeti, meg közben vágtam, pedig én kérdeztem. Utolsó mondat. Igen. Az SZDSZ sajnos hát valamit eltanult ezekből a technikákból, erre a Tocsik botrány világított rá. Nagy a felelősségük, mert akkor ugye ez kétharmados törvény, hogy rendezni a pártfinanszírozást, megemelni a tiszta pénzeket és nyílt számlát, kampányszámlát teremteni, stb. Nem használta ki az MSZP és az SZDSZ a második ciklusban a kétharmadát, hogy ezt rendezze. Ezzel szemben kiderült a Tocsik botrány kapcsán, hogy hát bizony az SZDSZ is részt vett a közpénzek, pártpénzekké való átalakításában. Aki a további részletekre kíváncsi, majd elolvassa a könyvet. Szép karácsonyi olvasmány, azt gondolom, az embert felhívítja. Igen, hát elég rendesen fogy. Debreceni József, köszönöm szépen.